Üdvnéktek, drága szartív játékosok, és sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, és újabb szerdai frissítéshez érkeztünk, amelyben egy új versenyt kaptunk a Starshine Farmra, ami nem más, mint Josh saját megtervezésű versenye. Itt láthatjátok is alul, hogy Josh vagy nyugati versenye, és hát megnézzük, hogy belőlem mit fog kiváltani ez az egész. Kíváncsi vagyok, mert még megmondom őszintén nem néztem meg, mert nem is szerettem volna előre megnézni. És az van, hogy van itt még nekünk egy olyan frissítésünk is. A Starstable meghallgatta a véleményünket, mert hogy ugye ők mindig meghallgatják a véleményünket. Azzal kapcsolatban, hogy mi a véleményünk az új ellenőrző pontokról. Na most szerintem a játékosok zöme egyébként nagyon rikítónak találta ezeket a zöld pöttyöket, és csúnyán néztek ki szerintem ez a zöld körvonalazás, mert mit tudom én. És ahogy a játék írja, legalábbis ahogy a Starstable csapata megfogalmazta, hogy lejjebb vették egy kicsit ezt az intenzív zöld ragyogásszerűséget, elvileg. És most ezt is meg fogjuk nézni, illetve frissített üzleteket találhatunk, amit mindjárt felolvasok nektek, hogy értsétek, hogy a játékban minden üzletet ugyanarra a felületre frissítettünk, ami azt jelenti, hogy most már bármilyen üzletben képes leszel a tárgyakat típus és szín szerint csoportosítani. Ezzel a változtatással egy időben a Fashion Barn üzlet is bezár Silverdét faluban. Ribbagolók. De ne aggódj, minden tárgyat megtalálhatsz más Jorviki üzletekben, illetve a globális üzletben is. Ez volt az egyik. A másik a kávézó menüjének a frissítése. Az összes kávézó Jorvikban felhasználói Az összes kávézó Jorvikban felhasználói felületet is frissítettük. Aha, felhasználói felületét, nem tét, hanem tett, de mindegy. A menükkel együtt a kávézókból rendes kávézók, éttermek, még milyen a rendetlen, nem volt épakóva. Strandbárok és fagyizók lettek, és attól függően, hova látogatsz el, másfajta ételeket ajánlanak. Támogasd a helyi kávézódat, és nézd meg, mi változott. Oké, akkor ezen kívül már csak a bónuszüzlet van, megjelent egy újabb cucc, amit majd megnézhettek. Azok, akik Lifetime Star Riderek, most megtekinthetik. És a második generációs quarter lovakat pedig... bocsánat, nem csak a quartereket, az amerikai foltos lovat és apalózát a lópiacon találhatjátok meg ezentúl. És ha már a lópiacról beszélünk, jövő héten még több hír érkezik majd onnan. Hajaj! Na jól van! Hát érdekes dolgok lesznek még itt. Most viszont első körben nézzük ezt a vadnyugati dolgot. Én kíváncsi vagyok rá, hogy mi az Istent kell így csinálnunk. Igen, el kell menni úgy. Igen. Jó, ez eddig stim. Hát gyerekek, nézzük meg, hogy mit tudok én itten alkotni, vagy mit nem, a fene se tudja. Igen, tényleg kicsit változtattak a... Hoppá! Hoppá! Kezdjük újra! Analfabéta vagyok. Oké, akkor nézzük előről. Még egyszer, addig fogok ezzel szórakozni egyébként, amíg nem sikerül normálisan megcsinálni. Baby, now let me warm you up. Oh, baby, please let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach out to you as a high. Baby. Úgy érzem, ez igencsak hosszas lesz. De meghagyom nektek azt az örömöt, hogy ezt végig csináljátok velem. Mert én szeretem, hogyha ilyenkor itt vagytok velem, szükségem van a támogatásotokra, úgyhogy csináljuk együtt, és akkor talán sikerül nekem is.
Azért nem számít hiba pontnak, szeretném mondani. Aha. Jó van. Jó. És ha már ideig eljutottam, akkor már... Nem... Azt akartam mondani, hogy akkor már nem csinálom abba, de azt akartam mondani, hogy akkor már nem hagyom abba. Ez még nem számított akkora nagy hiba pontnak. Hát ez már annál inkább, de... De jó, jó, oké. Oké, papa! Megyek, papa! Most gyorsabban megyek, papa! Azt a mocskos 58 másodat. Úristen! Na jó, akkor tudjátok, mi most nézzük az én drága Josh ellenfelemmel. Hogy mit fogok én itt alkotni, gyerekek, úristen! Hajrá! Ez nem is Josh! Szemét disznók vagytok. Josh-sal akartam versenyezni. Baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach out to you. És volt olyan rossz, mint gondoltam. Jó van, okés. Ahhoz képest egész jó voltam, hogy alapjáratom mekkora egy instant szerencsétlenség vagyok. De ettől függetlenül egyébként nem lett annyira rossz. Már magamhoz képest. És hogyha minden igaz, és már pedig valószínűleg igaz, akkor ezekre az üzletekre is, aha, hogy akkor most már lehet szín meg minden típus szerint is választani. Csak azt nem tudom, hova lett, itt van a kötőtök. És ez most jó. Közben megnézzük, hogyha már itt vagyok a közelben, akkor megnézzük ezeket az arany tököm, bökömöket. Folytasd a keresést. Jó van. Én folytatom, azon nem újjon. Aha, arra kell menni. Követem a nyilakat. Megnézzük, hogyha követem a nyilakat, akkor hány évszázad kell, mire találok egyáltalán egyetlen egy árva darabot is. Mert hogy még kettő darabocska kéne nekem, hogyha már fölsodort az élet a játékba, akkor nem ártana, hogyha már ez is meg lenne. Ott volt, ha minden igaz, hogy ha jól láttam, hogy ez lenne az. Oké. Folytatom a keresést. Megyek a nyilak után. You found me happy. You leave me happy. Every day I like. Ez az! Oké. Még köl. Oké. Még kell keresni? De már találtam, ez csak jót jelenthet. Még egyet találtam! Gyerekek, nagyon jó megy. Aha. Itt van még, meg még. Oké. Na ugye össze is szedtük ezt a kettő valamit. Megcsináltad? Igaz aranyású legenda vagy. Itt a jutalmad. Mi a jutalmam? Egy kötőfék. Ugye? Bosal. Vagy mit tudom én mi ez. Nem ad max pontot, és semmire se jó. Úgyhogy tök megérte. Végül is. Teljesen megérte. Adtátok volna oda inkább a szamarat. Mennyivel jobb lett volna. Tétsek buksi a pakiszöket. Ez annyira tetszik a quartereknél. Imádom. Egyszerűen imádni való. Na most még azt nézzük meg, hogy milyen cuccot raktak a mindjárt kinyögöm abba. A Lifetime Shopba, tudjátok. Úgyhogy most megnézzük, hogy
mivel bővültünk. Tuti valami szarkötőfék egyébként, biztos vagyok benne, hogy, hogy valami ilyesmi lesz, mint úgy általában. Aha! Egy kalap! Kényelmes kemping csizma. Milyen jó, hogy ezek nem adnak pontot, nem? De úgy így komolyan. Tök jó. Semmi értelme. Ó! 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 Ó, gyerekek! Azt a... Ad pontot! Hát én beszarok komolyan. Azt a... Atya, úr, Isten, én most sokkot kaptam! Hát nézzétek meg, hogy sokkot kaptam! Úristen! Pontot ad a Lifetime Shopba kapott cucc. Mondjuk úgy nézek ki, mint egy bazári majom, de... Oszta! Jó, ezen most nagyon meglepődtem. Respect, Star Stable Online, imádlak. Megvettetek kilóra. Na, mára szerintem ennyi, mert nekiállok a megbízatásaimnak, mert azt is szeretném fölvenni szépen, lassan, fokozatosan, mert ugye ígértem, hogy csináltak egy külön eljátszási listát, ami benne lesznek, hogy milyen feladatok vannak. Hát remélem, hogy nem fog szétcseszni az ideg, mint úgy általában. Úgyhogy remélem, hogy meg fogok birkózni a feladattal, és nem tudom, hogy mikor fogok érkezni a videóval, de reményeim szerint azért hétvégén legalább egy nap azért sor kerül rá, mert nem nagyon tudok most nektek tartalommal készülni, mert vasárnap is, és hétfőn is dolgozom, kedden meg reggeltől estig házon kívül fogok tartózkodni, mondjuk így. És nagyon maximum csak Instán lesz egy-két posztom. Úgyhogy hétvégére szerintem nem ígérem 100%-ra, hogy lesz videó. Ezt most jól megaszontam, na mindegy. Szóval nem ígérem 100%-ra lesz videó, de a megbízatásokat szeretném ma megcsinálni. Úgyhogy az, ha minden igaz, akkor össze is tudom vágni esetleg vasárnapra vagy hétfőre. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy mire jutok vele. És köszönöm, hogy velem tartottatok, írjátok meg a véleményeteket a frissítésről, és hogyha hétvégén nem jelentkeznék a megbízatásokkal, akkor ettől függetlenül a szerdai frissítést azért jövő héten igyekszem időben fölvenni, nem úgy, mint most, na most is csúsztam el két napot, de mindegy. Úgyhogy kellemes napot kívánok nektek, és akkor legközelebb majd jelentkezem. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!